Lukács a pap Párizsra gondolt. A sziget csendes esti szépségére, hogy a sekély szajna két ága ölébe veszi. Mindenütt házak, szűk utcácskák kanyarognak a parton innen és túl, tornyok emelkednek az égbe, harangjaik megtöltik a langyos levegőt. Sokáig van ott nappal a vastagfalú bolthajtásos diákszobákban takarékoskodni kell a métsel, ha leesik az alkony, kiülnek a körbejáró folyosok patkájára, énekelnek litánia után. Párizsra gondolt, ahol diák volt, s ahonnan visszajött, hogy szolgálja királyát, s királya esztendők után újra visszaküldte, megint bejárta a kedves tájékokat, kereste a régi péket, a tejárust, mészhárost, a diák kocsma öregasszonyával elbeszélgetett. Minden régi, az emberek élnek, meghalnak, újak születnek. Nagyváros, város, mely már emberemlékezet óta létezik miként a tudomány is, melynek iskolái benépesítik lassanként a balpartot. A mártírok hegyének tetején kálvária áll. Oda szoktak felmenni vasárnaponként, ott hallgatta sokszor a harmadik misét. Dél volt, a város kéményfüstjének illatát felhozta a szél, fűszerek, húsok, mártások szaga kerengett a levegőben, ha nyár volt, a polgárok kiültek a kertbe, levetették felsőruháikat, ruháikat, így ettek, hangosan poharazva, vérmesen és bőségesen. Mindezt látta Párizsban, ahová kiküldte a király. Neki ígérték a megüresedő püspökséget, mert jól szolgált a királyát. Itthon van, megkapaszkodott az anyaföldben, amelyből vétetett. Ám most megint szívén fekszik Párizs. Néhány napja csak, hogy hazatért onnan, s a nyugati széleken vette Géza úr izenetét, ne menjen Székesfehérvára, hanem kerüljön át a Dunapartjára, és Györtől ereszkedjék le hajón, mert Budán lesz a király, ott fogadja hazatérő követét. Még senkivel sem beszélt, mióta ide érkezett. Új várost talált, a várat, melyet csak gyerekkorában látogatott meg egyszer, s emlékezik, romok voltak, Kopárhegy szakadékos oldal, a mészkő kibújt alóla, s kevés roskatak házait alig mutatták, hogy valaha ezen a csúcson király lakott. A régiek Attilláról beszélnek, aki itt élt, vagy testvére élt itt, a legendás herceg, akit ő megöletett. Lehajlott a falcsonk tövébe, régi köveket keresett. Atilla emléke. Ilyen volt a vár, amikor gyermekkorában járt erre. Emlékezete nem őrzött meg többet, és most csodájára járhatna, ha nem feküdnék annyira szívén Párizs, ha nem járná be képzelete útján újból és újból Lutecci a kanyargós utcáit, a templomot, amelynek oltáránál Genovévával bátorítják magukat a párizsiak, ha veszedelem fenyeget. Buda újváros Külországiak jártak erre, akik mesterek a várépítésben, lombard kőfaragók. A gázlókat vigyázták, úgy mondják itt, Budánál legszűkebb a Dunatorka, nincs iszap a két parton, melyben millió bögöly, szunyog, miazma rémíti az állatokat, száraz lábbal gázolnak egész a partig, és onnan gyorsan hozzáállt a csónak egyik partról a másikhoz az utasokat. Túlnan kis falu van, templomtornya látszik, nemrég építették, büszkék rá a pestiek. Talán több ember is lakik oda át, mint itt Budavárában, de ott nincs hegy, lapályosan szétszóródnak, csak gyenge árokkal sáncolták körül magukat. várfalépítésére nem adott engedélyt még a király. Buda majdnem város. Mindenütt mészszak, szaga, köveket cipelnek fel az ökrök, a meredek északi is és keleti lejtőhelyet a nyugatin és a déli járnak fel, szekerek csikorognak, az utcák nedvesek, homályosak, Nehezen törbe a napfény, de már áll a kalmárok utcája, pénzváltókat látott, izmaeliták jönnek összvérel, portékáikat cipelve. Zsidókat látott, amint rezet foltoztak, ezüstöt kalapáltak, némeik a prémet teregette, másik kézboglárokat tartott a nap elé. Belos bán akarta, hogy a királynak Budán is épüljön palotája, ahol valaha Attila lakott. A vár nagyjából kész volt, inkább palota, mint széles, falu, sasfészek, kecses és könnyű azokhoz képest, melyeket útja közben látott, s amelyeket félve került el a vásáros, mielőtt kirakodott. A rezidencia szélesen terült el, a vitézek hajlékával, testörök, pajtái, vámkunyhó, egy széles szállás, melyben az írnokok ülnek, a szolgák hatalmas faládákat a cipeltek, melybe írásokat gyűjtenek. A vár arcát még nem simították le. Rücskös, félig kész, a szobákba befolyik a víz, az ágyak még nincsenek helyükön, bőrökön szalmán az udvariak, ha Székesfehérvárról vagy Esztergomból Budára jön a király. Frank gondol. Lajosra. Olyan, mint egy szent, papok s hozsannázó udvariak veszik körül. Ha felemeli kezét, térdre hullnak, a szent kenet vakot, nyavajás gyógyít, szent a király, jaj annak, aki ellene felemeli kezét. Párizs, gyűjtögető város, melyben száz és száz fekete tógás csúcsos üvegű stúdiózus forgatja az ódon pergameneket. Több a jogtudós, mint a mészáros, s ha egybegyülnek, olyan zsinatot csinálnak, melyet néha a katonáknak kell lecsendesíteniük. Párizsban egybeszedik a jogszabályokat, verset faragnak hozzá, hűsen csengő hexametereket. Először így tanulják az isteni jurisprudenciát, régi rómaiak bölcsességét, melyet sokszorosan átszűrtek az ő jámbor keresztény királyaik. Ám Itáliából is jönnek tudósok, új köteteket hoznak, a szövegeket ilyenkor egyeztetik. A diákok ülnek a gyalulatlan hosszú asztalpadok mellett, s aki enni akar, annak naphosszat másolnia kell, hogy kérdemelje a kenyeret. A betüket iskolamester vigyázza, jaj annak, aki foltot ejt, tintáját szétkeni, nem tudja követni a betű finom görbületeit. Valaha ő is így élt, ritkán nyúlt a hazúról hozott aranyakhoz, melyeket jó atyától kapott, amikor elbocsátotta a király akaratából fiát, mert apja nagyúr volt, nehezen hajlott a királyi szóra, talán titokba meg is siratta, amikor útra kelt. Budán van, elandalodik a napsütésben. Szép a hegy, alatta tiszta a Duna partja, nincs iszap reketje, lápország. Homokos padok vannak, apró hajó vitorláit lengeti a szél, gabonás tutajok úsznak, s hosszú száfákat csúsztatnak le. Ha odahajlik a párkány északi oldalához, látja, amint a sziget csúcsánál fehér marhák szívják magukba a vizet. A szállás még nedves, a hideg befúródik csontjaiba. Ez a kezdet, gondolja, az úr akarta, hogy ne egyszerre jöjjenek ki a tartaruszból a nemzetek. Buda most épül, lesz-e olyan szép, mint Esztergón vára a másik gázló, mely lassan-lassan iszaposodni kezd, tavaszon sok az ingovány rajta, a király a múlt kikeletkor nem tudta átvezetni partján a népét, amikor megtért az osztrák határokról. Harmadnapja vár Lukács arra, hogy a király színe elé kerülhessen. Géza nem jött még meg a vadászatról. A pilisi hegyekben batkant űztek. Addig ő várta, hogy megérkezék az udvar, megoszthassa urával híreit. Leült a várnagy tornyának tövébe, nézte az életet, mely ott for alakul. Tavasz van, a fák egyszerre kipattantak, a virágok kezdenek leszáradni, az utcasorokból kitódulnak a gyermekek, harsányan köszönnek, amelyik iskolába jár, laudetúrral köszönti a napot legtöbbjét köntöséről megismeri. Egyben nem szokott nép, nap mint nap új szekerek kanyarodnak fel, élnek, kirakodnak, hajlékot keresnek, esztendőre házat ácsolnak, kőművesekkel ejtenek szót. Így épül a város. Most látja, pedig Párizsban arra gondolt, hogy Isten különös kegyelméből épült fel Lutecia, ő húzta fel a házak falait, a bentlakók csak ájtatos énekekkel dicsérték, alig segítettek neki a teremtés munkájában. Párizs nagyváros, sok-sok ezer ember lakja. A rómaiak idejében már székváros volt, azóta sem vesztette el kincseit. De itt is laktak, úgy mondják, a régiek. Lent a parton még hatalmas kockakövek állanak. Valaha fal volt, ma leomlott, s aki serény, bont követ magának, és szekerével felcipeli. Kórust hal. A bencése kolostorából jön az ének, a fehér papok hosszú sorban vonulnak ki. Most látja, milyen sokan vannak. Ha hallja latin szavukat, elérti belőle, ki idegen, ki hazája beli. Mert sokféle latin szót hallott Párizsban, hiszen az iskolában így szóltak egymáshoz első naptól kezdve. Ez az egyetlen nyelv, melye megértik egymást azok, akik távoli országokból, tengeren túról, messzi földről érkeztek. Csak éjjel, ha álmában beszél a diák, beteg, anyját áhítja, nehéz és durva szavak esnek ki, s mégis ezek az édesebbek. Tudják már mindegyik nyelven, hogy hívják az anyját, sazájában nevét is, melyet ellatinosít az ügyelő páter már az első szent napon. A páter nevet rajtuk. Barbárok vagytok, de tudja, hogy esztendőre már latin nyelven gondolkoznak. Csiszolódik az elme, miként a patak kavicsája, mely felett végtelen áradatban folydogál a víz. Kürtök szavát hallja. A várnagy megadja a jelt, széttárják a kapukat. Még csak az északi dombok felől közelednek a vadászok, átkanyarodva a réteken, a kígyó tárkán. Vidáman mozog felfelé, innen felülről minden parányi, miként parányi lehet az úr szemében az egész árnyékvilág. A várnagy feláll az estebéttől. Rendeznie kell embereit, sorba állítja őket a falak mentén, hogy egyszerre fogadhassa harsány üdvrivalgással, ahogy külországokban csinálják, a zsákmányjal hazatérő királyt. Lukács ott marad a várnagy anyjával, idős matróna. Ő is anyjára gondol, esztendeje látta, amikor újból útra kelt Párizs felé. Bontatottan beszélnek, egy-egy szó esik. Éterről, időkről szólnak, az árról, mely fölszökött Budán minden szekerekkel hoznak fel, kevés a szolga, mindennek kétszeres az ára, mert akad, aki megfizeti, temérdek a kalmár nép, kínálják portékájukat, embers, asszony, esendő, ők meg megrakodnak, Könnyű pénz, mondják, több aranyban ma Budán, mint volt valaha az egész országban. Idegen, különös orcájú aranyak, amelyeket azelőtt senki sem látott, s Isten képe helyett idegen urak néznek le róla. Tűrik, hogy zsidó vagy szalacén megkarmolja körmével, próbálja keménységét, mérlegre tegye, szemben a résúlyokkal. Így él ez a vár, s körülötte a város, mely most születik. Sokfajta nép keveredik benne, a szőlői még nem teremnek bort. A pap hallgatja az asszony szavát, édes s íze van, anyanyelve, melyet sokáig nem hallhatott. Honnan jöttetek ide, úrasszonyom? Erdő elvéből. Talán azért édes az asszony beszéde. Olyan szép, nyugodt csermely szó, mint az este, melybe megszólal a harang. Lukács ül a terített asztal mellett, nézi a folyót, a hegyek vonalát. Ebben a percben már nem fáj a szíve Párizsért. Koncot vet az ebnek, iszik a borból, melynek nem szokta meg még az ízét. Ezt is magukkal hozhatták erdőelvéből a várnagyék. A pap keresztet vett feláll, nézi a királyi menetet, mely lassan felkanyarodik a várhegyre vezető úton. Megelevenednek az utcák, a kürtök hangja felver mindenkit, a nép odaszorul a bástyákhoz, várják a királyt. Lukács arra gondol, hogy Párizsban majdnem egyházi pompa az, amikor a franciák ura végigvonul. Két oldal testőrök állnak, szitkozódnak, verik láncsájuk nyelével a népet, a csavargók sárral dobálják vissza a katonákat. Itt kürtök szólnak, az emberek laza színes csoportokban áldogálnak, nincsenek felsorakozott fegyveresek. A király vadászatról jön, hozza a vadat. Megjöttek, a csatlósok hosszú íjakat hordanak, de az urak kezében már látja a keresztrúdra erősített új szerkezetet, melyen az ideget gépcsavarja le. Úgy mondják, még egyszer olyan messze hord, mint a legjobb íjászok egyszerű nyila. A katonák, vadászok, fiatalok, sok közöttük a pejhes álló, mint maga a király. Látta őket, visszamegy szállására. Eljött az alkonyi óra, melyet hosszú esztendők óta lelkének szentel, ettől nem vonhatja el Lukácsot semmi sem. Kontempláció színe labore cum fructu, mondta egyszer neki mosolyogva Párizsban egy barát. Erre gondol, amikor bemegy a várnagyházába, házába, ereszkedik az ilma Középkorú ember volt, magas, szikár, könnyen bírta a telet s az utakat. A világ becsukódott előtte, kinyitotta a lélek kapuját szentek és vértanúk szavát idézte, így korholta, vizsgálta, büntette magát. Félig extázisban élt, mérlegre tette botlásait, mindenütt kereste a vétek gyökerét. Így élt, s imádkozott Lukács, amikor bejött érte a király embere. Lassan ócsudott fel, percekbe telt, míg meghalott a türelmetlen lábdobbantását, torok köszörülését, a padlóhoz koccanó kardzaját. A hirtelen harag fejébe szállt, keresztény türelemmel csítította magát, míg felemelkedett, hogy rávesse tekintetét arra, aki megzavarta az elmérkedést. A király emberét látta, lehajtotta fejét, várt az üzenetet. Atyám, Géza úrunk vette a hírt, hogy itt vagy a várban. Kér arra, jöjj át még ma este hozzá, ha tested állapota megengedi. Nem fáradt vadászat után a király? Az ő szavát hozom, Beszélni akar veled. Várj, mondta, míg leverte térdéről a port, végignézett a papi köntösön, amit még luteciában csináltatott. Itthon nehéz, ormótlan cipőket, vastagúnyát hordanak a papok. Párizsban külön szabók szolgálják, püspökök, az apátok pompavágyát, drága miseruhákat varnak, de sejemből, spinom szövetből készítik a mindennapit is. Vette lilával szegett fekete köpenyét, fejére tette a széles karimájú nemeszföveget. Nyakában lógott a vékony aranykereszt, a király ajándéka volt, amikor prelátusi sorba került. A vitéz nézte, ahogy kiegyenesedett. Elálmélkodott a pap hatalmas alakján, kemény vitézi mozdulatain. Hangja is érces volt, csattant. Ki ismert volna rá a vezeklő jámborra, aki perccel ezelőtt még törte magát alázkodással az alacsony, kemény zsámolyon. A várudvar élenk volt, mintha reggel lenne, s nem alkony, pedig másnapokon már ilyenkor a világ lassan elcsendesedik. A vadászákmány zsigerezték a konyhaudvaron, szolgák és szolgálók szaladtak, ez volt az élet ritmusa. Látszott, hogy az udvar a fiatalok kezében van. Bólintott, ha köszöntötte valaki. De Lukács csak szavait rakta össze, gondolatai közt válogatott. A vitéz figyelmeztette, kerüljön ki egy messzes gödröt, oldalfolyosóhoz vezette, melyet szabadon hagyott a hatalmas kőrakás, elhengerített előle egy fatörzset, melyet szabdalni kezdtek nappal az ácsok, s most hagyták félreállítva a szekercékeiket. A kápolnán átmentek. Mécs pislogott benne, slukács Lukács letérdelt, a fohász végtelensége volt benne, egy pillanat elég arra, hogy átfogja az egész életet. Bejebb kerültek az udvari papok szobájába, aki kéznél vannak, ha írni kell valami. Két bencés hajlott a mécs fölé, miként képek, oly mozdulatlanok voltak. Ajkukról halkan, alig észrevehetően szállt feléje a laudetúr. Bent volt már a kis szobában, mely a király szállásához vezett. Volt szék benne, a testőrvitéz mutatta, hogy itt várakozzék, pihenjen meg, míg jelenti, hogy Lukács úr megérkezett. Kinézett az ablakrésen, szemben állt a folyóval, mintha megmervedett volna csendes folyásában, egyetlen hullám sem borzolta fel a Dunát. A kamarás szétnyitotta a két hatalmas ajtószárnyat, az ajtón túl ott várt Lukácsra, Belozbán, Magyarország nagyura. Lukács ismerte a septől szabdalt sötét ábrázatot, melyet néha lágyjá tesznek a sötét álmodozó szemek, de megkeményít újból az ezüstösen csillogó bajusz és az erős álkapocs. Belos Srác volt, Hugával, Géza uranyjával együtt került Budára, szolgálta a vaksolgórát, Bélát, miként most nővére fiát. Bán, Palatinus és Herceg a déli végeken. Belos ott volt a vadászokkal, ő is foltos bőrruhát viselt, nadrágot, zekét, nem vette fel a hosszú udvari köntöst, melynek színét, himzését, szépségét annyiszor leírták az idegen követek. Kezét nyújtotta Lukácsnak. Nem hajlott le hozzá, hogy csókkal illesse, de nem kívánta tőle azt sem, hogy előtte alázkodjék. Két férfi kéz tapadt egybe, a nádor megrázta, hangja felharsant. Köszönöm, Lukács, hogy feláldoztad esti órád, eljöttél hozzánk, de látod-e a király háromszor kérdezte, itt talál-e téged Budabárában? Nem akarok híreid elé vágni, csak annyit mondj meg, érdemes volt-e utazásod. Számomra nincs este, s nincsen reggel. Harmadnapja várok arra, hogy elmondjam a híreket. Ti tudjátok, édese, keserüje. Kezdjek hozzá? Várj! Üzentem a királynak, nem sokára itt lesz. Te ma este vendégünk leszel. Ettem már, nagyuram. Papi ember mértékkel él. De ha megtiszteltek helyjel, asztalotoknál. Másként beszélsz, mint mi. Sokat jártál idegen világban. Ha elmondott híreidet, mesélsz utadról. Várj, már hallani az alabártosokat. A fegyverek vége erős csattanással vágódott a földre, ahogy ellépett a folyosón a király. Kürt szó repült be az ablakon, éles, srikoltó volt, mint a karvaé ha lecsap, megkapja áldozatát. Új szokás, gondolta Lukács. Minden nap valamit hozzáragaszt a régi képhez. Meghajlott, várta Gézát, aki megjelent az ajtónyílásban. Lajosra gondolt, a francia királyra, aki előtt térdre ereszkednek, egyházi udvarnagyja is elkapják, csókkal illeti kezét. Térdelnie kellene neki is a király előtt. Fiatal még, bajusza serket, szakállát beretválja, aranyba csillan haja, fürtökbe csavarítva, könnyű csigákban hull a vállára. Fiatal, vékony csontú nyulánk legé. Arcbőre nagyon fehér, csak szeme sötét, mint Belosz úr szeme, anyjától kapta, de bakapjáé volt a könnyen hajlott orr, az arc hosszúkás formája, és a magas homlok, mely tisztává értelmesítette az egész ábrázatot. Könnyű, kék köntöst viselt, csekély hímmel, semmi égszert, barna sarut, megszabadult a vadászruhákból, örült talán, mert letehette a nehéz zsíros bőrpáncélt, s felvehette újból könnyű köntösét. A király kezét előre tartotta, de túl mélyen, mintha így mutatná, nem tart igényt késcsókra, nem bárja, hogy híve leboruljon előtte, megadja a nagyobb tiszteletet. Lukács berogyott térdben elkapni látszott a kezet. Géza ráhajlott, könnyedén megölelte, megérintette karját, bevitte magával a másik terembe, mely már a király lakosztályhoz tartozott. Faragott székek voltak, finoman cserzett fehérbőrrel letakart asztal, melyen toll és kalamár is állt. A sarokban tűzhely, benne parázslott néhány vastag hasáb. Az ajtó magasságában egyszerű keresztlógott, lógott, alatt a szentkép, a fal másik oldalán imazsámúja mécs alatt. Szűz Mária arcát nézte. A glóriát körbevették a görögbetük. Őj le, Lukács úr! Örülünk, hogy eljöttél még az este! Így terveztem, hogy az első napon beszélhetek veled, uram. Egybe készítettem mindent, hogy ne legyek sokáig terhedre vele. Amikor hírt kaptam, hogy megérkeztél, megszakítottam a vadászatot. A te szavad messzibb hangzik, mint a vadászok kürtjele. Halljam, Lukács, amit mondani akarsz. Utána én kérdezlek. Minden hír egy maréknyira összegyúrható. Senki sem élhet vissza a király türelmével. Így mindent egybefogban mondom, hogy többszörös beszéden volt a francia király kancelláriával, s főbb tanácsuraival is. Az apátióságából kétszer kerülhettem Lajos úr elé. Mondták, hogy a nagy hűbér urak már leszálltak váraikból, egybegyűjtötték vazalussaikat. Rövidesen összeállnak a hadak. Nem számolták még össze őket, de úgy hiszik, hogy lesz talán kétszer is százezer francia vitéz. Kiindul hamarabb? Őke vagy Konrád hadai? Várják, hogy a császár feltörjön. Nem akarnak mindjárt nyomába érkezni. Úgy mondják, sarjadjon megint ki a fű a császári lovak nyoma után. Mert bizony Konrad népével szemben nem találtam az udvarban sok testvéri indulatot. A franciák úgy határoztak, hogy ők csak akkor indulnak el, amikor az utolsó német is átlépte a Duna alsó folyását. Erre jönnek a franciák is? Magam beszéltem a királlyal. Mondtam, rosszak az utak, nagy esők vannak ilyenkor, beázik a föld, fél a nép, tavaly nagy szárasság volt, kevés a termés és a jószág, délen besenyők, keleten kunok riogatnak. Mondtam, hogy inkább adnánk kevesünkből aranyakat is, hogy a király hajókat bérelhessen Belencétől és Génuától a hadak számára, ha elkerülik a mi földünket. Mindezt, uram, nem volt könnyű mondani. Azért mentél te, Lukács. Beszéltünk a tengeri útról. A király számolta a mérföldeket, ha Itálián átmegy a sereg, s ott ül fel a gályákra. Gondolkozott rajta, aztán ellenünk döntött. Szendénes apátságában voltunk, ahol őseinek sírját látogatta meg a király. Hazája nyelvét beszélte velem, így könnyebben megértettük egymást. Talán el is felette egy órára, hogy idegen úr követe vagyok. Kedvesen beszélt velem így mondta. Vitt hírül uradnak, hogy én megértem őt. Igaz keresztény királynak tartom. Félti országát attól félti, hogy előzönlik góg és magók hadai. Én is így tennék, ha királyod rajtunk keresztül akarna az angolok ellen vezetni hadat. De nekünk arra kell mennünk a Szentföldre. Százezer embert nem ültethetek fel hajókra. Nincs annyi szálfa, amennyiből a gályákat megépíthetnénk. Nem engedhetném apróbb csoportokban sem őket, hogy szelek skalózok játékai legyenek a lovagok. Nekem a szárazföldön kell mennem, az út a nyugati impériumon, s a te királyod országán vezet át. Nem írtad fel szavát? Emlékem, bevéstem, így biztosabb, ezt mondta. Miért forralnék én gonosz szándékot urad ellen, aki keresztény király, és engem nem is bántott soha? Én ismerem az utat, mely Pannónia felé visz, s azt is, ami onnan kivezet. A hadak megjárják könnyen, mert nyugatról keletre vezet a régi hadi út. Mondd meg királyodnak, hogy vitézekkel jövök, nem szedett hadinéppel. A sereget én magam vezetem. A franciák királya áll élére a seregeknek? Még többet mondott uram. Így szólt hozzám hogy pedig urat higgyen nekünk, s ne legyen irántunk bizalmatlansággal, pontokba szedném mindazt, amiben vele megegyezhetünk. Szigorú törvényt hirdetek a seregnek, s hogy a sereg megtartsa a törvényt, királyot kezébe túszt adok. Annyi túszt, amennyit ők kér, akik fegyvertelenül hatalmába adják magukat, ha a had megtöri a rendet, a folyó kijönt a partok közül. Az első kezes én magam leszek, saját személyemben. Ezt mondd meg uradnak, Lukács pap. Csend lett. Géza előrehajolt, sápat finom arcát elöntötte a vér, a nagy izgalom jele. Kérdően nézett a prelátusra, mintha kétkednék benne, jól hallott-e, vagy csak érzékei játszanak vele. Hogyan mondod? Lajos kezembe akarja adni magát. Kéri, fogadd el tőle ezt az áldozatot, többet akar magára venni, mint a legsúlyosabb fogadalomtól görnyedő lovag. Kötést aján, mely szó szerint ezt mondja. Lajos király vitézi haddal jön, határaink előtt megtisztítja a sereget, előzi a felesleges garázda népet, csak annyi embert hoz magával, amennyit a férfi állapot megkövetel. Szekéren hozzák az ostromgépeket, s az eleséget, amit vásárolnak, fizetik. A pénz súlyát a te fizetőmestereit szabják meg. Az első lovag, aki átlép a határon, Lajos lesz. Kardját kezedbe adja, túsznak tekinti magát. Csak annyit kér, hogy a te kezedbe tehesse le a fegyvert, mert ő más előtt, mint felkent király előtt nem alászkodhatik. Háza népe kisebb vazalusai, s három herceg kíséri őt. Kezessége addig tart, míg az utolsó francia át nem lépi délen az országhatárt. Ha gyalázat, gyújtogatás, rablás történik, az ő ládáiból fizetik a kárt. A király bármikor elmehet táborodból, hogy meglátogathassa katonáit, de harmadnapra vissza kell térnie. A bélpoklosokat, vakokat hoznak hozzá gyógyításra, csak pénteken illeti őket, mert így szokta meg Párizsban. Rendes taksát, igér a viszálykodások során agyonütött emberekért, mást a vitézért, parasztért, asszonyért, s megint más pénzt, ha kunyhó, ház vagy szállás esik áldozatul. Szó szerint mondtam az üzenetet. Szívesen hozza a király az áldozatot? Úgy beszélt rólad, mint testvéréről, akit a szent kenet érintett. Krisztusban király testvére neki amikor lezártuk az egyességet, házáról és családjáról szólt. Kicsin leányát emlegette, s kérdezte, van-e olyan ivadékod, akinek szabad még a keze? Mit mondtál? Árpád fájának egyetlen ága van, melyet újból virágba borított az úr kegyelme. Esztergomba újra lehet hallani királyi gyermekek kedves hangját. Úgy mondtam, én most nem királyom szavával szólok, de talán az úr rendelése lenne, hogy Karulus Magnus ivadékainak francia vérét olytsuk be Szent István fájába. Géza a pap vállára tette kezét. Lassan beszélt. Ha elkerülték volna határainkat a keresztesek, épségben maradna az ország, de hordanánk a gyalázatot, mi voltunk azok, akik erre kezdtettük Krisztus patakját, hogy ne folyhasson szabadon Jeruzsálem felé. Így könnyebb szívvel engedem át őket, ha a legerősebb nyugati király frigyesem. De tudnom kell, nincs -e titkos kötés Mánuel és Lajos között. A francia király megkapta a Bazileüstől az átvonulásra az engedét, ha Konrád is keresztül megy a keleti impériumon. Nincs más kötés közöttük. Mánuel a franciák s a normannok kedvéért nem hagyja cserben Konráddal a barátságot. Úgy mondtad, a hír, amit hozol, két arcú. Így szóltam, mert az volt parancsod, hogy rekesszem el a franciák elől az országot. Ezt nem tehettem, nevedbe meg kellett engedni, hogy átjöjjenek. De jó hír az, amelyik úgy szól, hogy egyel több a barátod, uram. Az új barát hatalmas. Ha belekapaszkodunk, nem érezzük már olyan súlyosnak sem Konrád, sem Mánuel kezét. Ez volt a szóm, uram, most ítélj, helyesen cselekedtem-e. Köszönöm beszéded, Lukács. Az éjszaka, ha elfog a köhögés, a szabadon fogok gondolkozni. Velünk maradsz ma este? Bevégeztem követségemet. Engedd meg, hogy elmondjam az estéli imát. Tisztelj meg engem, uram, hogy velem együtt mondod el. Az ajkak mozogtak, a szó latin lett, mely szelid árjával átfut a lelken. Felemelkedtek a térdeplésből, mennek, Lukács a király jobbján a királyi ebédlőterem felé.